És sziasztok, sziasztok, üdvözöllek titeket! Hát srácok, már nagyon régóta nem volt ilyen nézői csomag, és említettem, hogy Highwayman meglátogatott, úgyhogy nagyon meglepetten fogadtam az ő csomagjait, ugyanis ahogy említettem, nagyon régóta nem volt így a kis retro gaming csatornánknak, illetve ennek a streamer vonalnak semmiféle ilyen bontogatós videója. Illetve amikor volt, abból is egy csomót ő küldött, úgyhogy most nagyon meglepődtem. Hát kaptam két dolgot, és sajnos nem tudtunk ilyen közös videót készíteni, viszont ezeket meg szeretném bemutatni. Elsősorban az egyik ilyen, ami pont nekem most jól is jött, mert az egerem haldoklik. Kaptam egy Razer Basilisk 2-t, nem tudom mennyire látszik, talán így egy kicsit. Zöld, aztán a green screen átüti. Hát ezt most ki is bontom, és lehet, hogy ez lesz a jövőben így az elsődleges egerem. The U-Rage se rossz, de azért már egy jó pár éve nyüstöljük. Hát elvileg cserélhető switches, én legalábbis azt olvastam róla, RGB-s. Ugye kipróbálom két egeret is, akár egyszerre szerintem használhatok. És akkor megnézzük, hogy milyen színei vannak. Hú, hát ez nagyon komoly, zöld USB-je van. Ez most pont nem látszódik, vagyis csak így átlátszódik. Ezt még nem is láttam. És, ja. Elvileg ez lehet, hogy színváltót is. Aha. Na ez most menni fog Eszternek az egeréhez, mert neki is van egy nagyon hasonló. Hú, hát ez a görgő, ez csúcs, ez be lehet állítani, úgyhogy így pörögjön. És maradjon. Tehát rendesen lehet pörgetni, mint hogyha egy ilyen csapágyas valami lenne. És gondolom, hogy ezt akkor be lehet lokkolni is. Aha, ez be lehet ilyen izére is állítani. Azt a minét. Gyerekek, a görgőt motorikusan lehet állítani, vagy ilyen pörgősre, vagy ilyen okozatosra. Nagyon durva. Úgyhogy erről már még szerintem lehet, hogy lesz így élesben is teszt, mert van egy ilyen layerem, amivel gyakorlatilag az egérnek a mozgását, meg a gombjait tudom szabályozni, és akkor valószínűleg ezzel majd így be fogjuk optimalizálni. És egyébként most látom, hogy instant elindul neki egy ilyen szoftvere, anélkül, hogy telepítettem volna, csak bedugtam. Úgyhogy majd itt a DPI settings, tehát valószínűleg jobban be lehet majd. Én szerintem ez most már nem olyan, mint a mostani, hogy van körülbelül 5 vagy 6 darab ilyen preset, hanem lehet, hogy te állíthatod be teljesen olyan fokozatra, amire szeretnéd. Na, úgyhogy nagyon örülök neki. Egyébként utána néztem, és elég komoly cuccról van szó. Úgyhogy ez szerintem mindenképpen a PUBG-ban a teljesítményemhez valamilyen formában szerintem hozzá fog járulni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm ezúton is. Na és a másik, azt pedig tegnap este kipróbáltuk, és nagyon sokáig gondolkoztam, hogy tudnám ezt bemutatni, és valahogy lehet, hogy mégiscsak be tudom mutatni, mert ezt egy ilyen tévére lehet rákötni, ez egy ilyen Retro Blast is konzol. Igazából én még ilyet nem is láttam, hogy HDMI-be kell bedugni egy ilyen sticket, és gyakorlatilag úgy működik, mintha egy ilyen vezeték nélküli adóvevő lenne, és HDMI-n gyakorlatilag egy műsort szolgáltat, egy menüt, amiből ki tudsz választani retro játékokat, és vezeték nélküli maga a kontroller, és ilyen teljesen tehát ehhez nem kell PC, hanem csak a TV, és teljesen ilyen egyszerű, tehát ilyen két kattintásból gyakorlatilag már tudsz is játszani vele. És hát ezt akartam tegnap úgy beállítani, hogy a számítógépen a HDMI-be,
és akkor azt megpróbáljam felvenni, de sehogy se sikerült, mert ez csak kifejezetten tévére van. Ugye most hiába dugom be a számítógépbe, a HDMI-be, ugye nincsen olyan monitor, amin ez így mehetne. És akkor ez ilyen vezeték nélküli kis kontrollere gyakorlatilag. És akkor van egy ilyen stick, ez az AR Games, ennek gyakorlatilag a maga ez a konzol. És akkor HDMI-ben gyakorlatilag olyan, mintha egy Xbox vagy egy PlayStation lenne bedugva, de maga ekkora a konzol. És akkor még külön USB-n kell hozzá áramot szolgáltatni, hát én ezt úgy akartam megoldani, hogy bedugom a laptopnak a HDMI-jébe, és ott van mellette rögtön egy USB, és abba is. De sajnos úgy nem tudtam fölvenni. TV-n tök jó volt, de arra gondoltam, hogy megpróbálom majd ezt fölvenni ilyen AR médiával, hát ha sikerül, és akkor akár egy ilyen tesztet is össze tudnánk belőle hozni. Azért érdekes ez Amerikában van forgalmazva, hogyha jól tudom, illetve meg lehet vásárolni az Amazonon. Egyébként ez is, meg az egér is ilyen Amazonos review-ból van, ha jól tudom. Így jutott hozzá a Highwayman, és ez konkrétan egy olyan kiadás, amin Atari játékok vannak. Nekem az Atari egyébként az nagyon kimaradt, én főleg ilyen Commodore-ral játszottam még nagyon korán, inkább ilyen kiskoromban, meg a Videotonnak volt egy ilyen Videoton TV PC-je talán, ami nagyon hasonló volt az előbb említett Commodore-hoz, és hasonló régi ilyen retro konzolokat gyakorlatilag megcsinálnak ilyen vezeték nélküli kontroller és az előbb mutatott HDMI stickre, és ugye van kifejezetten Activision Flashback változat, akkor van ez az Atari Flashback Blast 1, ebből van egészen 1-2-3 típus, valamelyikben a Pong van, abban nem ilyen a kontroller, hanem ugye a Pongnak ilyen kis gyakorlatilag ilyen potméterekkel kellett azt a kis pálcikát így irányítani, hogyha valaki emlékszik erre. Akkor van ez a Legends Flashback, ami gyakorlatilag szerintem az Atari játékoknak a csúcsa, azért az Atari játékok eléggé szűkös ilyen lehetőségekkel bírtak, szóval nagyon egyszerű játékokról van szó, és azért a Space Invaders az Atarin egészen durva volt annak idején. Illetve van ilyen Bandai Namco, ez ilyen főleg japán játékok vannak benne, gondolom ilyen Pac-Man és hasonló típusok. Úgyhogy ez egészen érdekes, ez a sorozat. Nekem abszolút ezt nem ismertem, hogy nem csak, hogy ezt a sorozatot nem ismertem, hanem nem tudtam, hogy egyáltalán ilyen módon lehet játékot úgymond emulálni. Kaptam két ilyen matricát, ez benne volt, ezek ilyen Space Invader-ös figurák gyakorlatilag. Úgyhogy srácok, ez volt így a kis meglepetés, amit tegnap átvehettem. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, nagyon jól esett. Szeretném majd az egeret mindenképpen élesbe, streambe tesztelgetni, és akkor ezt pedig megnézzük, hogy ez milyen ezt a... hogyan tudom egyáltalán fölvenni, ha egyáltalán valaki ilyet még rögzített bármikor, illetve csinált róla tesztet. Ugye előre szólok, hogy az Atari játékok azért már igencsak elavultak, szóval nagyon gagyinak tűnnek akár egy Sega-hoz, vagy egy ilyen hasonló ilyen sárga kazettás történethez, vagy egy Nintendo-hoz képest, viszont akkoriban így gyakorlatilag ez volt az egyetlen, ami létezett ilyen típusú játékba. Na hát, tökéletesen elsőre működik. Igazából tévén is elsőre működött,
és így, hogy digitalizál kártyával veszem fel, így ugyanúgy teljesen simán megy, úgyhogy mert lehet, hogy mellékelek egy képet, hogy hogyan dugtam össze, de hála az égnek így működik. Ugye Esztergépet is úgy veszem fel, hogy digitalizáló kártyával veszem fel konkrétan a videókártyának a HDMI jelét. Na hát nem tudom, hogy a hang az ugye megy a HDMI-n, de nem biztos, hogy majd ezt benne hagyom, mert egyébként nagyon hangos, és nagyon az Atari játékoknak van egy ilyen tipikusan, kicsit lehet, hogy egyesek számára idegesítő hangja. Ugye párosítani kell a vevőegységgel gyakorlatilag a kontroller, de nálam ez nem kellett, és így is működik. Hát pár játékot megnézünk, ne számítsunk sokra. Ugye én még ilyen Galaga, és hát nem tudom, volt modernebb Space Invaders, én legalábbis azokat ismertem. Nekem ez egy kicsit fura, de egyébként tök durva, hogy ez már olyan régen volt, amikor gyakorlatilag az Atari-k baszki. Egyébként itt egyre jobban gyorsul a zene is, meg egyre jobban gyorsulnak a zenemik, gyakorlatilag jönnek lefelé. Ugyanúgy van az a UFO űrhajó, az most nem is tudom, hogy időt ad, vagy valami fegyvert esetleg. Ugye 6 gombos a kontroller, nem tudom, hogy kell-e ennyi gomb. Én eddig 2 gombot használtam mindenhez. Viszont lehet, hogy itt is van ilyen triplázó beépítve, mint Szegák esetében. És akkor gyakorlatilag sokkal gyorsabban tudsz lőni. Nem tudom, hogy ez annak idején szerintem ilyen nem volt. Na hát nézzünk meg. Elég egyszerű a menü, és kicsit fura is, hogy magában a menüben így nem lehet így lépkedni lefelé, mint itt a főmenüben, de nyilván ez egy teljesen egyedi menü, gyakorlatilag ez egy ilyen loader. Hát mutatok olyan játékot majd, ami hát így jó, ez például, ez is egy kicsit fura, ilyen Atari is. Aki nem vágja, az annak nagyon fura lehet. Gyakorlatilag itt fájtolnod kell egy másik olyan űrhajóval, mint a tied, és még egy falat is át kell ütni. Néha aknákat dob le, aminek, ha belemész, akkor veszítesz. Tehát át kell törni a lyukat. Át kell törni azt a két falat, és úgy tudsz utána érvényesülni. Ja, és érdekes, van egy rewind gomb, amivel gyakorlatilag vissza tudod játszani. Látod, ott a bal felső sarokban van egy ilyen, mintha föl is venné, tehát hogy gyakorlatilag fölveszi, és vissza tudsz tekerni, és gyakorlatilag el tudod indítani, és ez most az a visszajátszás akár. Na jó, nézzünk meg még egy pár játékot. Hát nagyjából ilyenek, nem is nagyon ez a lényeg, hanem gyakorlatilag az, hogy az akkori Atari klasszikusok. Na ez mondjuk érdekes. Ez ilyen PUBG 1982 Easy. Miért nem tudok mozogni? Na. Úristen. Úristen. Eszter azt mondta, hogy ez ilyen náci, amivel megyünk, hogy föl van emelve a keze. De nem, ott a pisztolyt fogja igazából. Ezt a játékot egyébként szerintem láttam én a Membertől, hogyha vágjátok. Az Atarian Guy. Majd lehet, hogy beajánlom neki ezt a videót, hogy takértse meg. Ő azt hiszem csinál is Atari játékokat. Na, nézzünk még egyet. Van egy autós, ezt tudom, hogy az nagyon hasonlít a Szegás. Talán még ez is a neve a Szegásnak, és én azt egyébként szerettem. De nagyon korlátozottak a lehetőségek. Nem is nagyon értem,
hogy az autó-e, amivel megyünk egyáltalán. Az a piros vagyok amúgy én. Azok a koponyák, ezek nagyon komolyak. Ja, és itt egy gombbal lehet állítani mono vagy stereo. És azt hittem először, hogy a célba érek és meghalok. Valójában azt át kell ugrani. Az egy víz. És már előre jelez. Ez tévén jobb volt, mert ugye tévén direkt be a hangszórókat használja. Most itt nekem az átjátszás miatt ez kicsit bonyolultabb. Nincs is bekapcsolva a másik gép, amivel a hangot külön veszem. Na, úgyhogy gyakorlatilag így ez. Kíváncsi vagyok, hogy milyen lehet a... Na, még próbáljunk ki egy ilyen urát. Hogy milyen lehet a többi, mert igazából ez egy sorozat. Na, azt a mindenit. Ja, hogy itt én megyek az egyikkel, mert ezt egyébként lehet ketten is játszani, hogyha két ilyen kontrollered van. És hogy időre ki kell jutni, és mindig változik a... Uha. Ugye az Atari az ilyen frémeket használ. De hova kell kijutni? Gyakorlatilag ilyen szobák minden a... Hát ez ilyen Pac-Man demo változat kb. Na, hát köszönöm szépen, ilyenem sincs még. Ilyenem sem volt, úgyhogy a sorozat a gyűjteménybe mindenképpen bele fog kerülni. De nagyon szépen köszönöm egy érdekességnek, már csak azért is, hogy hogy ilyen is van, hogy HDMI portra gyakorlatilag egy ilyen kis zsebkonzol. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer HiWayman-nek. Az egeret azt pedig szerintem már a következő streamben fogom is használni és tesztelgetni. És remélem, hogy majd még itt a csatorna cseten találkozunk, és élőben majd jövőre akár tudunk ismét találkozni. Úgyhogy addig is sziasztok, köszönöm szépen a figyelmet, hello.